Elkezdte tegnap az eheti tesztelést a népegészségügy az iskolák mellett a bölcsödékben és az óvodákban is. A Hetényegyházi Pajtás utcai oviban 4 csoportban rendeltek el rendkívüli szünetet december 10-éig, ami 42 gyereket és 7 munkatársat érint. A Ceglédi úti óvodában 12 gyerek és 3 dolgozó került karanténba, szintén december 10-éig. A Matkói óvodában, valamint a Forradalom utca 5 és a Széchenyi sétány 2 szám alatti bölcsödékben is szűrtek. Ezekben az intézményekben minden résztvevő tesztje negatív lett.